Itt a farsang állabál, ugyan egy kissé megkésve, de végre keringőzött a kanál, azaz mulatoztak a bátaszéki Perccel és a Flórián utcai óvodások, igaz, tagintézményenként más helyszínen. A vasúti óvi lakói a művelődési házban vonultak fel szebbnél szebb jelmezeikben, míg a tűzépi épület lakói az általános iskola ebédlőjében mutatták be, milyen átváltozó művészek. A farsang időszak vízkeresztől hamvazó szerdáig tart. Ez az időszak az idén igen rövid volt. Egyrészt ezért tolódott ki a mulatság időpontja, a másik ok pedig az a nyavajás influenza járvány volt. A gyerekek esetében egy bocsánatos bűn, hogy most megtartjuk a farsangi bálunkat a bődben. Egész vízkeresztől erre a napra készülünk. Ennek volt egy folyamata, kiszebábot készítettünk, amit a farsangi időszak végén el is égettünk, ezzel elkergettük a telet, mindenféle rosszat, betegséget, és kívántunk egészséget, szép időt, és most pedig a farsangi bálunknak az időpontja érkezett el, amire szintén nagyon készültünk csoportonként, szülőkkel közösen, gyerekekkel együtt bent a csoportszobában, jelmezeket készítettünk, táncoltunk, amiben nagy segítségünkre volt a csurgózenekar, akik, illetve ők heti alkalommal jönnek el az óvodába, és az énekzenei nevelésben nagy segítségünkre vannak, szolgálnak, és szendvicsekkel, süteményekkel, szörpökkel és egyéb kis meglepetésekkel készültünk erre a napra. A farsangi mulatság mindkét óvoda esetében jelmezes felvonulással vette kezdetét. Volt, aki katonának, királylánynak költözött be, de volt olyan is, aki egy festőművész vagy Kleopátra, esetleg éppen egy tűzoltó bőrébe bújt. Ezt azért sem lehetett volna elhalasztani ezt a farsangi bált, mert a gyerekek nagyon várták, egyéni ötleteiket valósítják meg ilyenkor, szülők varnak, segítséget kérnek, van, akik a kölcsönzőből hozzák a jelmezeket, ilyenkor a gyerekek a jelmezüknek megfelelően viselkednek, aki tündérnek öltözött, aki királynőnek öltözött, az természetesen királyi megjelenésével, magatartásával gazdagítja a napunkat, aki pedig mondjuk van, aki tűzoltónak, ő hozta a kellékeket, amit az édesanyjával, szüleivel készített el, hogy hát mindenki a maga kis elgondolását és a kedvét váltja valóra. Ki mibe öltözött be? Én festőnek. Roskába. Roska. Én meg hercegnőbe. Te mi voltál? Minek öltöztél be? Mondjad meg! Köszönöm! Kocsának! Ügyesen! Tomi Jerrynek! Mit vártok ettől a farsangtól? Milyen lesz ez a farsangi mulatság? Jó! Jó! És mit fogtok csinálni? Táncolni, játszani, enni. Eszem iszom, dínom, dánom mindkét helyszínen. A muzsika, a sütemények és a tombola mellett más meglepetés is várt a gyerekekre. Többek között színpadi előadások. Parketre léptek például a mazsorettesek. A Magic Dance-es fiúk, lányok. És egy bűvész is színre lépett, aki varázslatos mutatványaival kápráztatta el az apróságokat. Mester, ne haragudjon, de hogy néz ki egy kötél, egy középpel, meg három véggel? Azt mondja, mester, jó van, rendben van, nincs semmi probléma, tessék, parancsoljon, várjálom a következő kötelet, számoljuk meg, hány vége van? Egy. A rendezvény hátralevő részében a táncé volt a főszerep.